Újra sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Kisvakond oldalán, folytatódik a kertépítés, ugyanis ma megérkezett az a sövény anyag, amivel külön fogom választani a kertet az udvartól, vagy pontosítsak, kutyamentesíteni fogom a kertet. És hát megérkezett az anyag, fagyal, semmi más, egyszerű fagyal sövény lesz, mégpedig ebből is a közönséges fagyal, ugyanis a klasszikus dolgok azok szépek. Na most, egy érdekesség itt, látjuk, hogy ilyen 50 darabos köteg egyébként, piszakolcsó volt, tehát darabja 1,50 bani volt, tehát növények darabja 1,50 bani. Mennyi ez forintba? 100 forint? Kicsit több. 110 forint darabja, szerintem nagyon jó áron vásároltam, annyit tényleg nem érdemes vele kínlódni. A lényeg az, hogy most beteszem egy vödörbe a gyökereket, hogy jól szívják meg magukat, amíg én megásom neki az árkot, hogy elültessem, és bemérem a kaput. Meg a többi. Na mindegy, mindent mutatok. Fogjunk hozzá a munkához. Ideiglenesen ide tettem a kaput, ahol a bejárat lesz majd a kis konyhakertbe. Tényleg csak ideiglenesen ilyen néhány térkörre tettem rá, hogy belőjem majd, hogy hol lesz a végleges helye. Egyébként szerintem teljesen mutatós, tehát igazán jól néz ki. Még jönnek rá a réteg lakkok azért. Vissza fogom cipelni, de azért akartam oda tenni, hogy lássam, hogy nagyjából hol lesz, hogy meg tudjam becsülni, hogy hol fogom meghúzni a leválasztó vonalat. Ugye itt sáncot fogok most ásni, és abba kerül majd bele a leendő kerítés, ha majd kinövi magát pár év múlva, ami elválasztja majd a konyhakertet és a úgymond az udvari részt. Na hát akkor ásót elő. Természetesen kubikolás közben az ember mindig talál kincseket. Én például egy összetört márványlapot. A lényeg az, hogy ástam egy gödröt. Feltevődik a kérdés, hogy ugyan bizony minek ilyen nagyot, hogy megmozgassam a talajt, felpuhítsam ide, amikor feltettem az ásóval, nagyon porhanyósra szétnyomkodtam, hogy amikor beültetem őket, akkor legyen nekik minden, ami kell. Na most érdekes módon, bár napok óta szakad, és hát a felső része a talajnak nedves, de az alja nem annyira, úgyhogy az lesz, hogy bár most két nap esőt mondanak megint így szerda csütörtökre, de megtöltjük vízzel. Mégpedig ingyen mutatom. Már folyik is. Egy perc alatt tele lesz állott vízzel a medencéből. 16 köbméter ezzel tavasszal szoktam öntözni. De most azt csináljuk, hogy megtöltöm vele az árkot, és ami kiásom a másik árkot, addig ez szépen beszívja. Jó pofa kerti tavacskám lett. Kutya is érdeklődik iránta. No, akkor ássuk meg a másik oldalt is oda. Kérem, mire a másik árkot megástam, az első teljesen el is szívta azt a vizet, pedig tele volt öntve. Jöhet a trágya. A gödröt alaposan teleszórtam peletelt csirketrágyával, ez azért jó, mert fermentálva van, és nem éget. Egyébként tavasztól lehet lesz kapni ebből Kisvakond márkájút a Kisvakond webshopba, csak így zárójel. Nagyon jó dolognak tartom, úgyhogy jöhetnek a növények. Füge megint ásni készül. Szóval, idehoztam a növényeket. És hát elmondom, hogy mi ezzel a helyzet. Ugye az ültetés az most már fog következni, ezen az oldalt is elitta a vizet, szinte teljesen eltűnt, mintha ott se lett volna. De a helyzet az, hogy aki ezt termeszti, ugye látszik, hogy azért valószínűleg ért hozzám, hogy szépek a növények. Látszik, hogy a talajszint fölött egy ilyen kb. 10 centivel
max 15 centivel, elmetszette mindegyiket, és hogy ahhoz ugye elkezdett itt szétválni. Ez mindegyik így van, tehát itt is itt a metszlap, talaj fölött egy olyan 10-15 centivel, és ketté vált, itt is, meg mindenhol. És én úgy tudtam, hogy ezeket ilyen sövény esetén úgy jó ültetni, hogy ilyen hát mondjuk 25-30 centire egymástól. Igen, ám, de azt mondta nekem ez az úriember, aki ezt csinálja, meg hát gondolom ért is hozzá, ha ez ebből él, hogy tegyem én ezt sűrjebben. Konkrétan ő azt mondta, hogy akár egy igen sűrű verziót is el lehet képzelni, tehát akkor azt mondta, hogy 8 darab is lehet egy folyóméteren, ami hát azért piszok sűrű, az szinte 10 centinként egy, kicsivel több, mint 10 centinként, annyira nem fogom sűrűn tenni, de ő azt ajánlotta, hogy 20 centinként tegyem, de akár eddig is el lehet menni a sűrűséggel, tehát konkrétan így fejezte ki magát, hogy 20 centinként tegyem, de még ennél sűrűbben is lehet, és akkor is jó, hogyha egy igazán sűrű sövényt akarok. Hát én nem tudom. Arra gondoltam, hogy lekövetem, amit mondott. Végül is anyagi károm igazán fog belőle keletkezni, mert ugye köteg lehetett venni csak, tehát 50 darabon van, annyi meg úgy se kell. Azt fogom csinálni, amit mondott, 20 centinként teszem, és gyakorlatilag, ha véletlenül mégis sűrűnek bizonyul, hát azt utólag is ki lehet vágni, úgyhogy, tehát ki lehet ritkítani. Úgyhogy én azt mondom, hogy megfogadom a tanácsát, aztán meglátjuk. Látjuk, milyen szépen nőttek így, visszametszés óta milyen szépen nőtt. A tavasszal majd a metszlap fölött kb. Egy ilyen 20 centivel majd megint erre teszelem, ott majd megint ketté válik mindegyik, aztán megint nő egy ilyen kis veszőnyit, aztán azt is majd 20 centivel az alsó metszés alatt megint elvágom, és így tovább, és akkor elméletileg egy pár év alatt szépen besűrűsödik, ha egészséges lesz, meg ha jó megköt. Na, mindenek előtt én most megyek ebédelni, ezeket meg beáztatom, mert azt az előbb nem csináltam meg, amíg eszek, hadd üljenek egy órát vízbe, és aztán ültetem őket. Ott a kert átalakítok, egész sok összegyűlt, így gyűjtöm, majd az alapozáshoz, betonozáshoz jól lesz a kavics. No, el lettek téve a kis sövények, az ajtóhoz most félre lett húzva egy kicsit, hogy jobban férjek itt a munka közben. És akkor mivel most már tudom, hogy hova lesz téve a rózsa, hogy az ajtó az egy kicsit beljebb jön majd, de annak majd betonalapra öntök, ide elültetem a két futórózsát is. Már úsznak is a rózsagödrök. Igaz, füge? Úsznak? És meg kell várjam, míg beszívja, aztán ültetünk rózsát. Addig se üljek tétlenül, elkezdtem lapátolni a földet a magas ágyakba. Úgyhogy ezzel is lassan haladok. Ugye most megrakom, aztán hagyom, hogy jöjjön rá 3-4 nap eső, akkor majd szépen leülekszik, aztán majd megrakom még egyszer, és így tovább, és így tovább. Összesen már majdnem 20 köbméter földet fogok, ha minden magas ágyást összeszámolok, belapátolni. No, erőltetődtek szépen a rózsák, őt is kaptak annyi trágyát, hogy jó legyen. Alul felül mindenhol, most még kicsit még másodlagosan is kicsit megöntöztem. Lehet még hónap reggel megint kapnak egy fél vedérvizet. És hát megy le a nap. Ennek a mai napnak is most már annyi. Azért csak sikerült valamit haladjak, úgyhogy sok szeretettel búcsúzom. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Várunk mindenkit a Kisvakon webshopban. Tavaszi hagymásokra és sok minden más kertészeti dologra, amit most ősszel kertbe még el kell végezni. A viszontlátásra!